Fárasztó,
És akkor, ha megcsináltuk ezt az edzést, az olyan körülbelül 45-50 perc szokott lenni. Ezért elég fárasztó, meg mindent megmozgat. Elérkeztünk az élrészemhez, a súlyzózáshoz, és öt dolgot fogunk bemutatni, fogok bemutatni. Ugye először tetszett lesz a guggolás, ami a középső combizomra megy. Kicsit a sorrakban. Na mindegy, az egyszerű, hogy belátok alá. Ugye kiveszünk a kart. Akkor a hátunk egyenesen van, még elincünk lesérüljön meg. És így szépen guggolunk fele. Ennyi igazából a lényege. Utána elérkeztünk a lábtalóhoz, ami a külső combizót mozgatja meg. Hát ez igazából annyi, hogy befekszel. Jó! Betámasztasz a lábad, és akkor kitolod, két kart is kinyomod, és akkor csak beengedni. Ezekből a gyakorlatokból általában 4x8-at szoktam csinálni, mert így szárkásodik az izom, ha jól tudom, legalábbis nekem ezt mondták. Utána ez a gép jön. Hát mit tudnék erről elmondani? Rak rá egy kis súlyt, mert 10 kg-t. Nem baj, jó az. Ez pedig itt a belső combizmot mozgatja meg leginkább. Ugye ez a gép, vagy a combfeszítő, vagy a combhajlító, ez most pontosan... A hazudjál, te köcsög! És ugye a másik gépet is be fogjuk majd mutatni. Ugye ezzel is fölhajtjuk, egy kicsit megtartjuk, és utána engedjük le. És ugyanezt így, ebből is ugye 4x8-at szoktam csinálni. És így is szárkásodik meg inkább az izom. És akkor elérkeztünk a másik géphez, ugye ennél pedig befekszünk, és ennél itt a hátsó combizmot fogjuk megmozgatni. Hát ez meg jó szép, egyre marad. Ezt csak a Noel tudja megcsinálni. Ja, úgyhogy így befekszünk és befekszünk. Így kell csinálni. Zseniális. Akkor elérkeztünk az utolsóhoz, ami a pádlizó gép. Hát ennek igazából annyi a lényege. Így áll szépen, itt is egyenes háttal. Először kitolod, és akkor utána lehet így egy gyakorlatot végezni. Ezek előtt érdemes jól bemelegíteni ugyanúgy. Köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy tetszett ez a videó. Hamarosan találkozunk a következővel, és sziasztok! Sziasztok!